Sziasztok! Üdvözletem minden mindenkit Gödöllőről, és most szintén egy régi nyomvonalat fog bejárni, mégpedig a Gödöllő Mária Besnyő vonalnak a régi nyomvonalát. A mostani nyomvonal az itt megy mellettünk, és valahol itt állok, ahol egykoron, valószínűleg követve az utat, a régi nyomvonala ment a Mária Besnyői vonalnak, ami egy nagyobb Concord volt, és ezt az 1930-as évek végén is egy rövidebb nyomvonalra rakták itt a 80-as vasútnak a vonalát, de majd mindjárt élképpen megmutatom egy pillanat. Tehát itt látjátok, hogy ez a piros mutatta az eredeti nyomvonalat, és itt egyenesen jön a mostani új nyomvonal, és itt van a Mária Besnyői megálló, és egyébként volt egy régi állomás épülete Mária Besnyőnek, azt már megpróbálom megkeresni. Ha minden igaz, akkor még megvan, és azt hiszem kisboltként üzemel. Szóval, ha még mindig megvan, és sikerül megtalálnom, meg is fogom nektek mutatni. Addig próbálom ezt a nyomvonalat bejárni, amennyire lehetséges. És ugye most nem is gyalog jöttem, hanem rollerrel, tehát ugye egy picivel azért egyszerűbb lesz. És innen lehetett bejönni a nyomvonalhoz is. Ott arrafele megy a régi nyomvonal. Úgyhogy majd próbálom én is azt követni. Na és errefele van egy felüljáró, ahol itt van az új nyomvonal. De hát most addig nem megyek el, most a régi nyomvonalat fogom követni, amennyire lehetséges. Az pedig erre van. Na és akkor látjátok, itt felküzdöttem magam ide a töltésre. Na itt ment a régi nyomvonal. Hát, ugye ezen a magas töltésen. Hát itt érdekes lesz majd előre menni. Hát de mivel út nincsen, muszáj erre. Na, lássátok, itt már Mária Besnyén vagyunk, és ott van a töltés. De itt le kellett róla térni, mert itt már elkerített magánterületek voltak. Úgyhogy itt egy vacsapáson jöttem le. És itt vagyunk egyébként Mária Besnyőn a Nyár utcán. De a régi nyomvonal az ott látszik, ott ment. Úgyhogy majd a következő mellékutcán felmegyek, és akkor szerintem meg vissza tudok menni a töltésre. Na, nézzétek meg itt. Mária Besnyőn a Tél utca után vagyunk. Itt az emelkedőt nagy nehezen küzdöttem, és valahol itt ment a régi nyomvonal. Így errefele itt ezen a töltésen, de szerintem valahol itt középen, de ezt már nehéz megmondani. Viszont itt legalább lehet követni, itt van egy kitaposott földút. És itt volt egyébként valahol Mária Besnyőnek egy régi állomás épülete. Ezt megpróbálom megkeresni, hogyha még megvan. És erről van GPS koordinátám, hogy pontosan hol volt. Úgyhogy megnézem, és ha minden igaz, akkor egy kép is van róla a vasútállomások.hu-n. Meg fogom nézni, és hogyha van, akkor az alapján szerintem be tudom azonosítani. És itt van Mária Besnyőnek a régi állomás épülete. Egyébként a vágányok azok az út túloldalán voltak. Ez volt az úgymond utcafront felüli rész. Hát, valószínűleg már át lett alakítva, mégis csak eltelt majdnem 80 év a nyomvonal korrekció óta. Viszont azért már lehet is benni, hogy ez valaha vasútállomás volt. Tehát például nézzétek meg azt a vakolat díszmaradványt. Mert ma mindjárt megnézzük az úgymond vágányok felüli oldalát is. És itt volt a vágányok felüli oldalon az állomás épület. Ez volt Mária Besnyő állomás régi épülete. És a vágányok pedig valahol itt voltak. Szerintem itt a járdahelyén. Mert nagyjából a térkép is így jelöli, hogy így átlósan jött át, és nagyjából ez a vonal lesz az. Tehát szerintem itt ment tovább egyenesen, és itt követte az utat nagyon sokáig. Úgyhogy ezt fogom én is tenni. És akkor nagyjából eddig lehetett ugye Szilárd úton követni a nyomvonalat. És egyébként itt megy tovább. Hát nem tudom, valameddig elmegyek, ameddig lehet, de itt leír egy nagy Concordot, és visszatér a 80-asnak a régi nyomvonalához. Nem biztos, hogy én ezt most végig fogom járni, mert igazából értelme nincsen. Hát ameddig lehet, addig megyek, de ilyen sok értelme nincsen ezen végig menni. Mert ilyen nagyjából ugyanezt lehetne látni, és hát mondom, egy nagy Concorddal visszatér a régi nyomvonal. Egyébként van még rajta egy megszüntetett megállóhely, ez a Mária Besnyő kolostor, de ez már nagyon régen megszűnt, és valószínűleg semmi nyoma nincs már. És egyébként pont a Concordnak a végén van. Hát itt
azért elég szép dzsumbúj van, de azért még valameddig lehet menni, úgyhogy akkor még megyünk egyenre tovább. Na, sziasztok, hát közben akkor visszajöttem ide Mária Bestjén megállóhelyre. Mióta felújították, nem szálltam itt vonatra, hát most épp itt az ideje. Elvileg néhány perc múlva érkezik Pest fele egy vonat. Erre van Gödöldő fele, és régen amúgy ebben a részben volt a polgárőrség. Hát azt nem tudom, hogy visszaköltözik-e vagy sem, de most éppen felújítják ezt az épületet. Hát végül is azt a Concordot, azt nem jártam be, és ugyanilyen bozót használt volna, mint az a része, amit ugye Gödöldő felől bejártam, és igazából sok értelme sincsen, mert minket annyi, hogy megteszi a Concordot, és vissza csatlakozik a nyomvonal a most is meglévő 80-asba. Ez egy viszonylag rövid vonalbejárás volt megint. Most egy kicsit dekoncentrált is voltam, mert igazából több mint 12 órás szolgálatból jöttem el egy B-vonalat bejárni, és hát le is vagyok rendesen fáradtam, mert alig néhány órát aludtam, mielőtt eljöttem volna vonalat bejárni. Úgyhogy hát akkor ez ennyi lett volna, majd a következően kicsit összeszedettebb leszek, remélhetőleg. Köszi, hogy ezt is megnéztétek. És akkor ezután is köszönnék tőletek. Néhány perc, és itt van a... Aha, most mondják be. Jó, ezzel fogok elmenni. Sziasztok!